A mikrofonnál. Szenenéli. És? Charles Tatler. És? Isti. És Benedikt Valdorf. Meg Sémusz, de ő sose szólal meg. Ez most el volt. <laughs> ez a nem megszólalás. Üdvözöljük kedves hallgatóinket a Zartosztály Podcast 198. adása. Adásunk felvételének napján 2024. március 30-a húsvét szombat van. És adásunk a podcastunk nemzetközi ünnepére, április 1 van ütemezve. Jó! Így. És remek híreket hoztam neked ma is. Tudom, nem volt időd átolvasni, úgyhogy félig meglepi lesz a hallgatókkal együtt. Annyi lesz, hogy majd a tudod, így mindig egyel előre kell olvasnod, tehát úgy kell veled, velünk beszélgetned, és a mi számunkat tartanod, hogy közben mindig a következő hírt próbálod feldolgozni. Jó lesz? Ez nagyszerű lesz, mert a multitaskingom olyan kiváló, hogy még magába is mint a lassabb vagyok, minti. Hát a Windows-é hozzám képest egy villám. Bár most egy a Windows 11-et felraktam a gépemre, úgyhogy ez most nem nem lett villám. Késett se? Hát igen. De a csatorna a legjobb, mert az kanál is. Annyit tudok segíteni, hogy igazából három csoportban lesznek a híreink. Lesz egy a közösségi média elfajzásáról. Lesz egy a velünk élő jövőbeli közlekedésről, és természetesen lesz egy remek kilépő hírünk, mert gondoltunk a házi állatkádra. Uh -huh. A rossz hír az az, hogy az 11 cikkből jön össze, de hát <laughs> majd sietsz kicsit. Annyi, hogy túl sok időt ne töltsél egyik cikknek a feldolgozásával sem, mert direkt megnéztem a te kedvedért, de ezek most nem csigeniek, hanem Miami-ból származó tudósok voltak, akik kiderítették, doppergés, hogy minél tovább tart egy feladat, annál nagyobb valószínűséggel és több ideig fog elkalandozni közben az agyad. Én ezt a hírt megpróbáltam elolvasni, de a második bekezdésnél valahogy így meguntam. Te vagy ez a második mondat? Így. A megállapítás egyébként az, hogy a feladatok vége felé az átlagember átlagosan már akár az idő 50%-át máson gondolkodva tölt egy hosszú feladatnál. Szóval mindenki tud multitaskolni, látod? Mm -hmm nekem nehezebben megy, mint az átlag, de nagyon jó meeting alatt, pláne az ilyen high, thank you, goodbye meetingek, azok a legjobbak, mert közte lehet a kedvenc játékaimmal játszogatni, és nem zavar senkit, arról nem kalandozik el a figyelmem. Ezek szerint arról is, amúgy. Meg, ha jobban meggondolod, ez azt mondja, hogy mondjuk az Instagram pörgetések közben is elkalandozol, tehát nem is olyan gyorsan csinálod, ahogy te azt hiszed. Tehát akkor a jobbra meg balra klikkelések közben is az nem az Instagram. Az nem az Instagram. Látszik, hogy sokat használom. <laughs> Melyiket? Az Instagramot vagy a jobbra-balra húzigatósat? Na de most nézzétek meg, tehát mi visszajutottunk megint oda, több mint tízezer ember adatait elemezték és kombinálták 68 eltérő kutatásból, és ezekből szűrték le azt a következtetést, amire sose gondoltunk volna, hogyha ha sokáig tart egy feladat, akkor nem tudsz végig fókuszálni rá. Az egészet egyébként azért csinálták, hogy a néhány volt kollégánk által roppantó kedvet mindfulness tréningeket és ezeknek a szerepét a tudatos... A mindfulness az az, amikor tele van az agyad mindenfélével. Mindful. Nesszel. Messzel. akkor zajjal van te tele. Ilyen néhány zündöd benne. A így, hangok így. is megmondták. <laughs> Nem tudom, milyen hangokról beszéltek. Mert hogy arra jutottak a pszichológus professzor vezette csapat tagjai, hogy minél több mindfulness tevékenységet, hogy feladatot végez valaki, annál nagyobb valószínűséggel tud tovább aktívan fókuszálni a feladatra. Mindfulness feladatokra? Szerintem a maradék időben egyébként kiugrik a feladatokat csinálni, igen. Tehát én is a félek egy kicsit, hogy elmegy egy picit zembe, aztán jön vissza a feladatot végezni. Tehát akkor nem az történik, hogy amikor valami hosszabb, unalmas feladattal kezd el foglalkozni, akkor mindfulness feladatokra kezd el, meg gyakorlatokra kezd el koncentrálni olvasni kéne egy jó fajta cikket, és akkor a helyet inkább elkezdi a mindfulness gyakorlatait. Hát valahogy így. Vagy miközben hosszan unalmas cikkekről beszélgetsz, már olvasod közben a következőt. Az is lehet, és akkor így könnyebb egy kicsit váltani. Isten, javaslom ezt a technikát, ha már miami ezt ilyen okosan felfedezték, nem tudjuk hány millió dollárból sajnos ezt a poént is más vitt el, akkor inkább nézzük a következőt. Valamit tenni, legközelebb jobban kéne koncentrálnunk, hogy... Ezeket valahogy vigyük el, mert Igen. életünk végig ellenénk szerintem, tehát néhány ilyen kutatást kifogsz, gondold meg, hogy mondjuk 3-4 év per darab, abból innen a karrierünk végéig nem kell kifogni csak 5 6 ot és megvagyunk. Uh -huh. Tehát, hogy ez egy belátható témamennyiség is ráadásul. Az a baj, hogy mi túl-túl gyorsan lezárnánk azzal, hogy hát de ez így van. <laughs> <laughs> Kú, <Kugú edély. gül> <laughs> Ja. <gül> Na, de ha nagyon elkalandozol például egy uh, high goodbye meeting közben, és mondjuk van némi közösségi média függőséged, akkor feltalálták neked a tökéletes eszközt arra, hogy mégse szpemelt tele a világegyetemet a hülye üzeneteiddel. Miközben kijelheted a, <laughs> mondjuk a trollkodási vágyadat? Itt van a Pansi. Ja, azt hittem, ez egy új podcast. Nem, jobb. Ahol ki tudom trollkodni magam. A Pamsi egy olyan alkalmazás, ami úgy csinál, mint egy közösségi média felület. Lehet beleposztolni bármit, cenzúra nélkül, akár képekkel, és képkommentekkel, és hashtagekkel, ahogy csak szeretnéd, és a kontaktjai lájkolni fogják, anélkül, hogy valaha valaki észrevenné őket. Mert sose jutnak ezek ki a telefonodról. Ez egy olyan fake Közösségi média alkalmazás, ami annyit csinál, hogy a kontakt kontaktadataidból gazdálkodva random dob visszajelzéseket, szerintem egy kis éjjel egyébként kommenteket is dobhatna a posztjaidra, és ezzel egyrészt megvan az elismertség meg a, a figyelemélményed, másrészt mindeközben akár percenként posztolhatsz bármit, tehát tulajdonképpen naprózhatod az életed vagy a meeting remegségeit, úgy, hogy nem bántasz meg vele senkit. Képzeljétek el, hogyha ha ugyanezt így jó-jó, akkor lejárt az előfizetésed, na most kiposztolom az összeset. Most igazi Akkor ez volt. most megy az X-re? Akkor ez most megy ki, igen. És akkor ilyen kvázi ransomware. Addig Aha. fogsz előfizetni, ameddig priváton akarod tartani ezeket az üzeneteket, különben tuf, mindenkihez eljut. Ez szép. És aztán lesheted a kommenteket. Nekem volt egy ilyen ismerősöm, akinek tele volt mindenféle baromsággal a social média accountja. Egyszer csak pityegett a telefonom, hogy Remove. 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 Removed, REMOVED, Post. Is yes, a created? Shut És akkor nézem, hogy mondom, mi az Isten csinál, hogy itt ilyen le, el lett tüntetve egy csomó poszt, meg vissza lett rakva, nézem, és ilyen, ugye ő meg a felesége kézen fogva, gyerekekkel sétál a parkba, ilyenre lett kicserélve az összes ilyen mindenféle poszt. Mondom, Attila, mi történt veled? Erre közölte, hogy hát elment egy állásinterjúra, és közölték, hogy majd később meg ránéznek a social media a is. Azt mondta, hogy akkor egy rendbe rakta. Szép. De legalább meg időben eszébe jutott. Uh -huh. Akkor tényleg akarta azt a munkát. <laughs> tényleg akarta, igen. Ez a pamsi egyébként szerintem tök hasznos, mondjuk kicsit nehezen hiszem el az indiai alkotónak, hogy tényleg csak arra használja fel a kontakt adataidat, hogy ebben az alkalmazásban rendom lájkokat dobjon. Nagyon aranyos űzkézeket mondott egyébként, hogy ez miért jó neked azon kívül, hogy kielheted a posztolási hajlamodat. Kolszebó, az hogy... nem? Leszokásra. Hát, ugye ez nézőpont kérdése, mert hogy ugyanúgy megkapod a visszajelzéseket, amiért csinálod, tehát, hogy... De mégiscsak egy, egy olyan placebo, ami úgy tudsz róla, hogy nem igazi. Igen, azt mondta, hogy azért lehet jó, mert segíthet abban, hogy időnként bedobja olyan kontaktjaidnak a nevét, akikkel már rég beszéltél, tehát így eszedbe jutott, hogy hú, milyen jó lenne tényleg vele beszélni a Géza Ottó már száz éve nem lájkolta semmi, mert ú, de jó, hogy most látom a nevét, na, rácsörgök, ez az egyik hasznos eset, a másik meg, hogy ott van a hattal ezelőtti volt főnököd is, és akkor rájössz, hogy ú, annak a számát meg akár lehetne is törölni, meg a vízszerelőit, aki lelépett a pénzzel. Mm -hmm. Jó, meg már ideje nem a kávégépért. <laughs> igen, igen. Tehát, hogy van ilyen hasznos funkciója. Nekem ettől még, ha, ha nem is ransomware, de valahogy van egy olyan érzésem, hogy ez, ez mégiscsak fog rólad ezt az gyűjteni, csak még nem tudjuk, hogy mit. Az a tipikus alkalmazás, amiben így nem vágnék bele. Vagy hogyha kikapcsolod ugye az internetet, akkor vagy nincs elérésed, akkor mondjuk egy ilyen Robinson Crusoe per uh, CIA ügynöknek megadja a social media feelingjét, és mégis biztonságban van. Szóval aztán elvesztja a telefonját, és valaki végignézi, hogy miket izánytatnak a világnak, amit a, csak ül. Mhm. Akkor kiderül a az összes belső elfolytott dühhe. Látod, Wilson, itt vagyunk, csak te meg én. <laughs> Egy újabb karácsony együtt. <gül> <Igen>. <gül> Na, megjegye jó képet hozzá. Jó, hát hmm. nem, nem. Uh, amúgy jó, hogy mondtad ezt a. Álláskeresést? Az álláskeresést, igen. Mert a, ugye a social médiánál, amúgy érdekes, hogy nem elsősorban a LinkedIn profilodat szokták ilyenkor megszondázni, hogy ott milyen posztjaid vannak, mert ott kevesebb a trólság, hanem viszonylag gyakran, ugye mondjuk a a Facebookot, meg az Instát nézik, meg, meg mondjuk az X-et, Magyarországon nem feltétlen, de tőlünk nyugatra. Amikor esnek a trollok platformra, az a Apá! Pedig lassan a LinkedIn is érdemes lenne megnézni, ugyanis, hát, hogy is mondjam, több nézettséget szeretnének elérni, és így látszik, hogy a simán szakmai posztokkal, meg szakmai videókkal. Persze lehet közösséget építeni, de azért azt ők nem találják elég szexinek így 2024-re, úgyhogy kísérleteznek remek ötletekkel. Például Isti, hogy ne unatkozzál meeting közben, arra gondoltak, hogy létrehoznának egy gaming platformot benne a LinkedIn-ben. Néhány egyszerű játékkal, ilyen kicsit okossági, kicsit ügyességi telefonos játékokkal, és tudnál akkor ismert ismeretlenekkel, akár a közvetlen kollégáiddal, akár a rekrúterekkel is játszani, networkölni a LinkedIn-en keresztül egy jó tiktektót, és akkor azon eldöntitek, mint a kőpapírólló, és akkor eldöntitek, hogy mész ha? ha? Ezt meg bennek az ismereti kvizek is, mert azt akkor úgy el tudom képzelni, hogy a LinkedIn-en, ugye a rekrúter az elküld egy ilyen uh -huh. Egy sima IQ-teszt? Nem a rekrútert kéne elküldeni először, hogy a a múltkor láttam egy ilyen állás hogy keresünk frontend developert erős backend ismeretekkel, és hogyha ért iPhone vagy Android programozáshoz, az külön plusz. Tehát konkrétan egy full stack developert keresnek mobil alkalmazás fejlesztő tapasztalattal. Hmm. Ez az üzemeltetéshez is. Hát nyilván, nyilván. Mert akkor ki van az egész IT. Jó, mindegy, de egyébként Egyébként meg ugye, amit már régen valamikor tudtam, de azóta el is felejtettem, hogy ez a platform az ugye a microsoft Bizony. Ugyanúgy, mint az Xbox. Na most akkor miért ilyen tiktok tót meg ilyeneket fejlesztenek bele, miért nem hagyják a Halo-t játszani, vagy nem tudom. Egy, egy jó a, szakmai Fortnite. A következő a. az az lesz, hogy összekötik a, a Game pass -szal. Game pass és akkor a LinkedIn-en is meg fog jelenni, hogy éppen mivel játszol. <laughs> az még jobb. <laughs> Képzeld, rá, rád néz a főnököd munkaidőben, és így mutatja, hogy éppen, nem tudom, a... Halo, Halo, Halo. Úgy érted? Na, vagy a Going Post a valamelyik Na Most részét. már a Diablo 4 is benne van a Game pass be úgyhogy azzal is lehet. És akkor hol a pokolban vagy? Uh -huh. Csak majd amikor ott jön szembe? Munkaidőben. Az jó egyébként, mert akkor nem kell eszközálni magad, tehát. Egyet. Alternatív beszélgetésbe csöppentek, de ugye senki nem szólhat a másiknak. Hát a te így... a még befejezem. Addig nincs meeting, ugye? Ja, jó, milyen játékokat ajánlunk nekik az egyszerűbbek közül mégis, mert hát na, az ilyen szókeresők, páros kígyó. A melyik szót látod ezen a képernyőn, és akkor, akkor ilyen, izé, attól függően mit feszélsz? Az is jó, igen, meg lehetne orsakot, Melyik cég logója szerinted? Hát így utasztat, az biztosan érdemes lenne. Vagy ez a, tudod, ilyen, vannak ilyen összeadós játékok, hogy össze kell adni, tehát az is egy ilyen kizáró, egy ilyen szintet meg, meghatároz. Ja, a Duolingo a alap? Uh -huh. Hát valami olyasmi, aha. De hát van ez a 2048 című játék, tudod, amikor így, ugye? Tényleg a, a linkedin lehetne ilyen... integrálni egy Duolingot. Az egyébként nem is lenne teljes hülyeség. Tehát oda a Jobs mellé oda tenni a kvázi képzési lehetőségek fület. És akkor már lehetne ilyen multiplayer FPS-eket is bevinni, amikor a saját kapcsolati körödből a fényképeket föltölti a különböző ellenfelekre, illetve játékostársakra. És kvázi együtt játszotok, vezettek le. Ennek van butított verziója, a Frog in a lehetne úgy, hogy a béka arc az valamelyik ismerős. Az megvan, amikor a japánoknál csináltak olyat, hogy... Ja, ez lehet, hogy megcsinálták ezt tényleg. Hogy volt dühöngő szoba, illetve van néhány cégnél dühöngő szoba. Rage Room? Igazi? Aha, igen, ahova be lehet menni, és ott van a, a főnök arcával a boxzsák. Ah. Hmm. Hát nem tudom, nálunk csak billiárd asztal van, de az is jó. A főnök harcával? Nem, nem, de egyszer a főnök, a főnök kiküldtem, ott, képzeld, ott telefonált, ott az igazgató ott telefonált, mi, mi meg bemegyünk, mi a felé, jaj, bocsátsok, srácok, és megyek is innen, jó, van akkor. Ez a És a főnök meg van külön Hát biztos. de Az övét én meg nem fognám. Jaj, 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 ez messzire mutat. Túlbecsület szerintem a főnököt. Um, Gyors szavazást kérek LinkedIn játékokkal akartok játszani? Nem. Persze. Nem. Nem. Sok sikert, srácok. De látom egyébként azt, hogy hogy ez, ez honnan táplálkozik. Igazából szeretnének azokkal a, az emberekkel kapcsolatot teremteni, akiknek egy X alakú look van a közösségi médiás felületein. Kicsit féltem, hogy hol. Na, térjünk el a tájtól. Azokat a dolgokat, amiket a, a Twitteren annak idején elértek és amiket szerettek, azokat most át tudják rakni Lingnére. Akkor a madár alakuluk van rajta. És kék is, jó, de csak neked. A boldogság kék madara. Na, a másik egyébként, ami még hiányzik nekik, próbálják másolni az egykori működő Twitter modellt, és a másik, amit próbálnak másolni, az meg a TikTok természetesen, mert hát ugye hát. Jó, jó, de az 51-esek network kellett szépen lassan a LinkedIn a, a Facebookkal együtt. Nem a Facebook, az most már lassan inkább a 60 És be akarják usa tiltani, ugye? A TikTokot. Uh -huh. A TikTokot. Tehát Így van. Nem is az, hogy akarják, hanem be is tiltották Fogják, most. igen. Hát TikTokon kampányol Biden ugye a TikTok betilt mellett, igen, ezt tudjuk. De a LinkedIn-en is szeretnének TikTok-szerű rövid videókat lehetővé tenni, mert most ugye ez a formátum nincs teljesen szabályozva, videók vannak, de ezt kicsit szeretnék megreformálni, hogy ilyen pörgethető bite size szakmai információk pörögjenek a szemed előtt, és ne ezek a hosszú-hosszú-hosszú írott szövegek. Látom rajtatok a kínos érdeklődést, hogy hú, ez mire lesz jó. <laughs> Tehát azt el tudom képzelni, hogy a TikTokon ugye viszonylag kötetlen formában simán kvázi editálatlan videókat föl lehet rakni. Ugye gyorsan elmúlik, meg eltűnik az emberek streamjéből. De a LinkedIn-en kicsit tartósabb tud lenni. Belerakják azt is, hogy el elévüljön? Egyrészt a motor nyilván arra fog rágyúrni, hogy az ilyen TikTok-szerű rövid videók fussanak jobban, ezt már tudjuk, hogy ezt jól tudják hangsúlyozni. Másrészt pedig valószínűleg azt fogják keresni, hogy kik az új szakmai koeljók, akik így tudnak egy-egy nagyot mondani minden nap neked. Mert ugye 10 másodpercen mi fér bele? Gyorsított videóval. Azt hiszem, egy kiváló üzleti lehetőséget látok ebben, megcsinálni egy olyan stúdiót, ahol ezeket a 10 másodperces videócskákat föl lehet venni, professzionális háttérrel, környezetben, videóval, világítással, azoknak, akik mondjuk hetente föl akarnak venni 5-6-ot, vagy akár havonta 6-ot, 8-at, és akkor hetente kettőt le tudjanak adni, és számukra segíthetne ez a stúdió abba, hogy profin nézzen ki, rendesen tűnjön, megcsináltnak az egész, feliratozva, logózva, ilyesmivel. Na, egy ilyen. Uh -huh. Jó. Copilot van már a LinkedIn-en? Igen, ezt akartam kezdeni. éjjel ugyanez. <gül> <gül> jó, jó, ezt tök jól elképzelte, de hogy ehhez miért kell stúdió? Először. Gemini. Hogy elhiggyék. Dobd ezt össze, Nem, hát Microsoft úgy, Copilot. Utána az egészet deepfake-kel, úgy gondolod? Így hát. Aha, én kérek elnézést. Kicsit elmaradott volt ez a felfogás így az élő felvételekkel, <laughs> nem baj. Egy élő kamerát vagy. Jó, jó, nem baj. És akkor lehetne, hogy a... Melyik plázában? A Lourdesban volt egy időben? Szerintem karácsonykor volt ilyen terem, ahol lehetett dról mindenféle szelfiket lőni, ilyen mikulásos, meg téli dekoros, meg egyéb környezetben. Nem, nem tudom ezeket, hogy hívják. Van valamilyen selfie is egyébként a városban. Olvastam róla. Lehetne ilyet ilyen professionállal, ahol egy be tudsz ülni, és akkor úgy nézel ki, mintha valami nem tudom, értőközönség előtt ülnél, vagy interjún, hmm. vagy lehetne ilyen selfie boxokat csinálni, akkor Esetleg selfie drónnal, nem? Úgy. Az meg van a, a, magángép belső, ami bérelhető? Hogy ott tudjál szelfizni? Miért érzem úgy, hogy az igazából egy három méteres szelet, amit valahol egy szobában őriznek? Hát még az se, e, igen. Hát ez ennyi. De mondom, egy selfie drónt is akkor lehetne, és akkor az körbe fotózna téged, és akkor úgy látná mindenhonnan. Hát még jobb lenne. Hát onnan könnyű már megcsinálni a, a akkor megvan a 3D modell. És milyen tartalmat tudtok elképzelni ilyen short form videónak, mondjuk 10 másodpercben, mikről értekeznétek? Miről néznétek szívesen ilyet? A waterfall development és használata. Utána jönne a V modell. Azt mondjuk mennyire kéne felgyorsítani egy értelmes mennyiségű információt? Tudjál bele sűríteni egy ilyen Nem tudom, percet. de nagyon, nagyon kéne sietni hozzá, mondjuk, hogyha sprinteket akarsz, vagy sprinteket akarsz csinálni. Hát az a neve, a neve, hogy sietős, tehát hogy így... Hát igen, 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 egy jó kis százas. Azért tényleg hány szó fér bele egy ilyenbe, hogy hol, hol, mi, mi tud ezen átmenni? Mindegy, majd meglátjuk, hogy hogy gondoltak. De azt nem láttam egyébként, hogy milyen limiteket, tehát én nem láttam limitet rá. Még nincs. Tehát a short form az, fél órás az kinti, lehet akár fél órás is, igen. Byte-sized. Most van, aki lassan nyomok, de hát na. Tíz másodperc alatt meg kiflit, szóval. Így van. Jó. Rendeljünk enni. A házhozszállítás jövőjéről már beszéltünk. Tudod, mikor is ti? Még amikor beütött a Covid. Uh -huh. Be voltunk zárva, akkor kezdtük el az egész zenkastert használni. Zencaster próbó itt. Mi már a Covid előtt is be voltatok zárva. Hát az egy igen. másik eset, de hogy nem jártunk akkoriban már össze, hiszen az veszedelmes volt, mert nem lehetett tudni, hogy a másik mikor ragasztránk egy halálos kort, aztán nem ragasztottuk egymásra, akkor kezdtünk el távolról felvenni. Mindenki rendelt pizzát, meg lepényhalat, mert csak azok fértek be az ajtó alatt. Meg És akkor beszéltük, hogy lehetne csinálni olyan drónos házhoz szállítást. miért van kor, nem, ott terem a Ott is. Ez olyan, mint a katasztrófa védelem, hogy azt minek védeni? Nem, hogy elhárítanád. Mint a munkavédelem, ugye? <laughs> hát, az sikerül. Ez a éjjel május egy, a munka ünnepe, ami munkaszüneti nap mindenhol. nem eltereltük a figyelmet a házhozszállításról. Kitaláltuk akkoriban azt, hogy mi lenne, hogyha érintés nélküli átadással úgy szállítanánk házhoz, mondjuk paneltömbök egy jó havanna vagy pókutca, hogy drónnal ilyen kis kosárba bedobnánk a nyolcadikon is, és akkor nem kéne valakinek a lépcsőházban azt flangálni, meg liftezni, meg ilyen veszélyes dolgokat csinálni, hogy megfog gombokat, hanem mellem megállni, és egy drónnal fölködni, 8 hát nyolcadikra a kis merítő szákotba így beledobja, aztán megjöttünk. Na, ezt egyébként egy pár évvel később elkezdték uh, iparszerűen is csinálni, amikor Ausztráliában 2022 óta van a Dordesnek ilyen szolgáltatása, de hát Ausztrália bazi nagy. De most végre megjelent a Dordesnek ez a szolgáltatása, Amerikában végre az alfabet wing drónjaival szállítanak házhoz. Mit? A vendízből. A okay. Christianburgi Christian vendízből, igaz, a Hobby Lobbyból és nem a Cracker Barrelből, ez biztos, hogy nekik sokat jelent nekem, ugye pont semmi, de milyen jól hangzik mindkettő, de van drónos házhoz szállítás vendízből, na? Um, meg kell, hogy mondjam, hogy el vannak maradva, ugyanis Dublinnak a Blanchestown körzetében, mondjuk kerületében, három perces drone delivery szolgálat működik. Valamikor régebben láttam ennek a teljes honlapját, hogy hogy lehet, tehát konkrétan lehet vásárolni maximum azt hiszem két kilóig, vagy valami ilyesmi, tehát rendelhetsz kávét, fánkot, meg esetleg irodatucokat, tehát mondjuk kifogy a nyomtató patron, akkor tudsz rendelni pótot, vagy valami ilyesmit. Tehát itt Írországban már előrébb tartunk, ugyan nem vendíz, de azt hiszem valami hamburgerfélét is lehet talán, hogyha nagyon akarsz rendelni. Vendíz, 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 de pont róluk beszéltünk. Hogy a múltkor, igen. Náluk vezették be a, a digitális táblás árazást. Minek is hívták, nem search pricing, hanem éppen ellenkezőleg a kihasználatlan időben alacsonyabb árakon még nem vezették be egyébként, 25-től fogják majd próbaüzemre kitenni, de igen, a digitális táblákat, azokat már most megcsinálták. Azokat hozzá. már kirakták, csak a árazást nem. Igen, igen, igen. De képzeld el, amikor egy lecsapsz a nagy lehetőségre, és már hozzá is, Pikés és pak. És akkor itt jön a kérdés, hogy mikor számít az árazás, amikor feladod a rendelést, vagy amikor, amikor kiviszik. Hú, én fix price-ot választanék. Egészséges, középértéken. Mi van, hogyha abban az öt percben elszáll? Képzeld el, hogy elszállnak az árak, így, így, így. így. Mondjuk szerintem a drón-deliverynek az ára ez egy kicsit drágább lesz, mint a hamburger maga. Vagy látod majd de ezért a, a a drónt, ahogy ott kering körbe-körbe, hogy nem száll le. <laughs> Hú, még ez nem éri még meg. Még ez nem éri meg neki. Aha. <laughs> És a végén nem száll le, mert kihűlt. Aha. És van ez, hogyha kihűl, akkor ingyen volt? Vagy nem ér oda időben, akkor ingyen volt? Erről még nincsen szó. Mert ez mondjuk nagy forgalomban nem keveredik. Hát abban nem. Egyébként a leszálláshoz is tök kicsi hely kell neki, mert egy ilyen két méter átmérőjű tisztás kell ahhoz, hogy le tudja szállítani neked a motyót. Hm. De ez, Ezt nem száll nálad le. nehéz megoldani. Hol? Nálad nehéz megoldani. Miért itt az udvaron lerakja? Én meg ledobom felhúzom, viccelsz? Gondoltam, a lakáson belül nincsen annyi hely. Majd csúzlival levadászom, vagy ezzel a hát, ez vetőhálóval, trónos Próbálja, tehát ez a, ez a probléma, hogy egyszer veszítenek el egy drónt, aztán mikorra fogja az betermelni magát megint. Ja, Tényleg ezzel nem meg? Még mindig kéne akkor ez a merítőhálós, ablakba kirakós megoldás, amit kitaláltunk három éve. Uh -huh. Bár most nagyon sokat fejlődött a dróntechnika itt az Ukrajnával kapcsolatban, csak vigyázz, mit fog kiszállítani. <laughs> Bomba meglepetés, mit versz? Ha már ilyeneket nézünk, akkor milyen magasra mennek ezek a drónok? Tehát képzeld de az épület tetején van a, a helikopter leszálló, és mondjuk 120 emeletes. Ez ugye Magyarországon nem fenyeget, ott a moltoronyban felrakják neked a 35-re, akkor lehet, hogy közepesen leszel boldog. Uh -huh. De kilátom. Mire fölérsz, ki ül? Azt hiszem a dróntörvény az valami 500 méterben határozza meg a maximális magasságot. Ó, jaj. Hát országtól függ, de Magy Magyarországon repülési engedélyt kell kérni arra a szektorra, ahol te drónak akarsz. Az... Így van. A magasságot egyébként nem írja a cikk, a sebességet igen, akár egy százas tempót is el tudnak érni 65 mérföld per óra. Ezért az nem rossz. Gondold meg, hogy hogy lobogna utána a hamburgered. Hogy uh -huh. nem lötyögteti ki a kólát? Hát, az a durva. Ugye? Kilóg belőle a szívószál, össze van csomagolva. Szívószál, azt már rég nem adnak. De papírt. Azt mondjuk meg minek? Hát ez. Dobozos kólát jól felrázódik közben. Ledobjon <laughs> ledobja neked 500 méterről, kapd el. Ledobozos <laughs> párszá? Vagy akkor azt fogja kioldani úgy, mint a kézigránátot, hogy amikor megy lefelé, még ki is nyitja. Ennyi. Neked. Csak itt a kedvedért. Úgy engedi el, hogy, hogy rögtön kinyílik hozzá egy kis ejtőernyő. Hm? És akkor az így egy ilyen szeretett csomag így le. Hát mondjuk, hogyha fúj a szél, akkor baj van. Vagy lesz rajta ilyen propeller, mint a fülű nyúlon, és akkor még szebb lesz. Azon nincs propeller, annak a két füle a propeller. Mhm. Uh -huh. Figyelj, repülőautóba tud leszállítani? Tehát, hogyha egy, egy kabrió repülőautóval megyek, és azzal megrendelem, akkor így a Meki-ből fölpostázzák? Az az igazi gyors étterem. Igen. Igen, így erről beszéltünk, hogy... Amikor arra járok, akkor így pottyans bele, és megyek is tovább. Tehát ezt pont megbeszéltük, amikor erről beszélgettünk pár évvel ezelőtt, hogy a tetőablakon keresztül be lehetne egyébként szállítani a cuccokat. De csak a rendes autóról beszéltünk, én most repülőautóról beszélek főni. És azt is beszéltük, hogy a repülőautón nem lesznek nyitható ablakok meg ajtók. Ez mekkora butaság látott, pedig akkor lehetne drónnal leszállítani. Vagy be. Mert nehéz lenne beszállni. A... Klein Visionről biztos, hogy beszéltünk korábban, mert az Szlovákiában kapott már repülési engedélyt. Most képzeljétek el, hogy Kína egyes részein elkezdhetik gyártani és forgalmazni is, legalábbis megvették az engedélyt. Az R-ra, mondjuk, hogy ez mikor fog megkezdődni az egyelőre kérdés. Az kap a férnő. Így ennyi. De ezen a ponton idézzük fel gyorsan, hogy ez egy olyan repülőautó, amit egyébként Szlovákiában egész nagy verseny van, mert ott van két-három olyan cég is, amelyik ilyet fejleszt, valamiért ők ezt szeretik, amit egy 160 lóerős BMW hajt, rendes benzinnel, ez kicsit elabult, nem? Uh -huh. És akár 300 al is tud repülni, majdnem 1000 kilométert. Amúgy több mint 140 sikeres landoláson van túl Pozsonyban, tehát hogy ez tényleg itt van. És 3500 sikertelenen Erről nem szól a hír, és ehhez még az az adatunk is meg amit az előbb kerestetek, hogy jó 3000 méter magas a 8200 lábra fel tud repülni. Képzeljétek el. Na, Kínában ezt már a kétüléses verziót hamarosan el lehet kezdeni vásárolni és használni. Két éve hamarosan. És akkor nem sokára Magyarországon ingyen lesz rá a középiskolás diákoknak a jogosítvány, vagy hogy? Hát itt egy kicsit belefutunk majd az e-roller probléma körébe, mert hogy először szabályozni kéne, az meg ugye pikpak meg lesz. Ja, hát az már most is van, mindenki tudja. Az egész EU-ban egy ilyen típusú autóra két jogosítvány kéne. Egyrészt kéne egy földi, másrészt egy légijártassági. Másrészt a repülési engedélyhez is valószínűleg valami különleges bejegyzés és mi egymás. És ha nehogy Isten ki akarsz menni az országból, ahhoz meg aztán végképp valami alternatív európai teljes körű szabályozás. Szóval még szerintem még ne fizes elő az első egy-két verzióra. Nézzük meg, hogy a kínaiak ezt hogy tesztelik ki. Meg ugye magához a leszálláshoz is kéne neki olyan infrastruktúra. Egy 300 méteres aszfalt szakaszra van szükség. Én itt a könyves mellett jó vagyok. Igen, igen, de azt nem használhatod. Hát ahhoz... Há, büntess meg! Kapjál, ha tudsz! <laughs> Ez elrepült. Rendőrök majd légvégén mi rakétákkal fognak büntetni? Csukni Jól megbüntet? Új értelmet kap a, a, az a vicc, amikor tudod, tud, tudja, hogy miért állítottam meg? Mert hagytam. <gül> <gül> uh, jó. Oké, okay. Szlovákiában ez ilyen kicsi a hely, nem kell, de, de hogyha ez Kínában van, és ott kap ott egy is Kínára Kínára érvényes liszensze. Nem, 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 csak valamelyik régióra érvényes meghatározott földrajzi régióra. Ennyit ír a cikk. Hmm. De én ezt nem értem, hogy miért nem az autogirot nyomatják ilyen szempontból. Miért kell ezt Aztán a... a... törökök veszik? Az a gyros. De, mehet a pitába. Tudjátok, melyik az az autogíró, vagy gyro nevezetű ilyen? Ez a repülőhelikopter, nem? Olyan autó, ami úgy száll fel, mint egy repülés, úgy száll le, mint egy helikopter. Tehát, hogy a... van egy nagy propellere, az hajtja előre, és a, a haladástól a tetején van egy protor, ami teljesen passzív, tehát magától nem pörök, hanem a levegő hatására, tehát a haladási sebesség hatására kezd el emelő erőt produkálni, és aztán, hogyha kikapcsolod az előre haladást, akkor szépen lerotálsz, és meg leszálltál. Ez olyan, mintha lenne egy propelleres sapka a fejemen, és nagyon futnék, akkor el tudnék emelkedni a földtől. Pont olyan. Pont. Egészen pontosan. Csak az a baj, hogyha a sima baseball sapkád van, az lerepül, tehát valahogy rá kell a Fejedre álladra egy ilyen ápántal. A következő közönség találkozóra viszünk neked egy sokkát, és lefilmezünk, ahogy körbe, körbe, uh -huh. Jó lesz. Bolond ez csak nem forog. De hogy nem. Hát, srácok, nem való nektek semmi. A cég egyébként más, más izgalmas dolgokat is bejelentett. Na, mit? Milyen cég? Az a cég, amelyik a, a Klein Vision egy másik lehetőséget is bejelentett. Méghozzá azt, hogy ugyanezzel akár vízre is lehet szállni. Még egy jogsi. Igen, még egy jogsi, de akkor tényleg. A Mercedes jelmondata, ugye azért van az a három osztat, az a három osztat a Mercedesbe azt jelenti, hogy földön, vízen, levegőben. Tehát... Oh. A BMW-nek négy van, akkor az mit jelent? Hát ott a... Az Audi is négy karika. <laughs> az Audi négy karika, igen. De a BMW-nek azt tudjátok, hogy az a légcsavar és a Persze. Fe... mellette csak gondoltam a háromhoz képest, akkor az valami. Ennyi. És az űrben. Az űrben? De amúgy tényleg adta volna magát ez a kérdés, hogy, oké, okay, oké, okay, akkor most már Földön meg vagyunk, repülni tudunk. Mi lenne, hogyha egy hidroplán funkcióval is ellátnánk, hogy le tudjon szállni valami? Vagy tenger, Ha vízen tud landolni és vízről tud indulni, akkor mind a kettő biztosítja azt a lehetőséget, hogy ne kelljen hozzá mondjuk felhasználni a közutakat, és mondjuk a Dunáról indulhatsz. Mondjuk hmm? ezt szuhakálónál a szuhapatakról indulva az nem lenne annyira. <laughs> Meg a bocs, kiszáradt a rákos és egy elég hülye kifogás. Hát, igen, nem, nem tudok le, munkába menni, mert kiszáradt a szuhapatak. Hát kiáradni nem fog mostanában. Jó, hát mindegy, jövőbeli közlekedés előremutató lehetőségekkel. Na, és hogyha már, ha már vizen is tud menni, akkor mi lenne, ha felhúzna egy vitorlát? Ah, egy újabb megmondtuk cikk, ez is valamikor a, mondtam, Tizenedik adások között volt, amikor már beszéltünk róla. A vitorlással felszerelt teherhajók, ami már ránézése is jó ötletnek tűnt erre. Aztán egy ilyen kis adást szenteltünk. Hogy is hívtuk azokat? Kis csütörtöki, bite-sized, 10 percest. Már elfelejtettem. Volt neki. Valahogy ilyen kisebb adást szenteltünk neki. Megvalósították, 2023-ban útnak indult már legalább egy olyan hajó, teherhajó, ami két, amúgy baziméretű vitorlával volt felszerelve, 123 láb, tehát az 40 méter magasak ezek a vitorlák, mint egy 10 emeletes ház. Úgy hívják a hajót magát, hogy Pixis Ocean, és hát bejött az, amire számítottak, vagy számítani lehetett. Ez a kettő darab nagy vitorla egy ekkora hajón átlagosan 14%-os energia megtakarítást eredményezett, ami, hogy így maradjunk az adatok szintjénél pont az adás előtt, amikor jöttél, akkor csodálkoztam rá, hogy az mit üzen a nagy valóságról a 14% megtakarítás 3 tonna üzemanyagot jelent naponta, Ből az következik, hogy egy ilyen vacak nagy konténerszállító 20 tonna üzemanyagot éget el naponta. Ezt azért végig így elképzelni, és uh. Akkor jó lesz, amikor nyáron utazok Magyarországra a kocsistól minden este, hogy egy 18 órás kompút alatt azért legalább az én súlyomat elhasználjuk üzemanyagba. Kicsit többet talán. Még az is lehet, hogy egy kicsit többet. Kis kompon is. Hát a 30 méteres kompal megyünk, tehát az se sokkal kisebb, mint ez a... Én nagyon szeretem a kompót, az alma kompót, meg a barackot is. Fő, főleg, ha erjedt és le van párolva. Az, az ugye legjobb, igen. A legvár, ez csak átlátszó. Tiszta. Tehát vitorlás vitorláshajók eljövetele. Nekem Én egy am. gondom van ezzel, mint mindig, csak egy. Csoda. Hogy képzeld el, amikor ugye vitorláztatok? Nem, hát. Volt egy-két ilyen windsurf próbálkozásom nem nagy sikere. Jó, az, az nem, nem, teljesen ugyanaz. Ugye a vitorlás hajóknál nagyon fontos az, hogy a hajókat így bedöntöd a szélbe. És gondold el, amikor a konténer bedöntöd a szélbe. Hát volt, volt is egy pár ilyen kép most, hogy valami tizenezer konténert veszítenek el egy évbe a konténerhajók. Na így, így, így. Képzeld, ott amikor... vannak a döntéshozók, ugye? Az a szél, nem? Az hozza a döntést. Ja, meg a hullám. De nem is haltam meg. De még élsz, igen. Tehát akkor hatékony igazából a vittorla, hogyha megfelelően rá tud feszülni a szélre, és ahhoz pedig be kell dönteni. Most ezeket a hatalmas teherszállítókat, hogyha bedöntöd, akkor ott szépen elkezd mozdulni benne a rakomány. És lényegesen több súlyt veszít, akkor hirtelen, mint amennyit megtakarít a üzemanyagon. Tessék, még többet. Még többet fog megtakarítani, egy mert egyre könnyebb is lesz. Úgy, úgy. A végén meg be, befut egy ilyen kisebb bizéjem, egy töküres hajó kikötőbe. Jó, mondjuk, hogyha teljesen zártát teszed a rakteret, akkor ez a probléma az nagyjából megúszható. De akkor sem érdemes tojást szállítani rajta. Mm -hmm. Hát az semmiképp, mert elég sokáig szállítjuk, ugye ez pont úgy működik, hogy sokáig, de cserébe lassan. Miért száz hogy... tojást? Ja, vagy pedig a végén a csirkéket adod el. Ja, mint a... Vannak ezek a divathajók, amik ugye uh -huh. fölpakolják a vásznat rá az egyik oldalon, és mire odaér a célhoz, addigra már a... A pólókat árulják ki belőle. Ha. Bent a varroda megcsinálta a cuccot, igen. Tehát igazából egy autószerelésről is beszéltünk, hogy azt is lehetne így. Na, az is igaz. Hogy Mehikóban felpakolod az alkatrészeket, meg egy félkész autót, és bőven van idő összeszerelni pár száz autót, amíg átér Európába. Mondjuk ez banánnal kicsit nehéz megcsinálni, de hát lehet próbálkozni. Ugye, ott szereled össze? Aha. Banán összeszerelő műhely. Ugye? De az hogy, hogy külön viszed a héját? Vagy? Hát igen, mert de az repül magától. A héja az repül, azt nem kell vinni. De még kicsi. Ja, akkor tojással indulsz, és akkor a <laughs> ki, ki kell, a héja, akkor... rárakod a banára. Igen. De rajta van a banán. Na, ezt is megoldottuk. Menjünk tovább. Jó, még ilyen jövőben mutató, amúgy ezek a vitorlák nekem tetszenek. A Rivian bemutatott egy szuper jó dolgot azoknak, akik úgy szeretnek túrázni, hogy közben időnként kinni is alszanak a természetben. Nekem mondjuk a képről helyből a Jurassic Park it hogy az mekkora menő lenne, amikor a T-Rex néz így rád. Egy olyan a kocsi tetejére szerelhető sátor, ami ilyen panoráma átlátszó műanyaggal Hidátás van körbevéve. Biztosít, igen. igen. És gondold meg, amikor jön a T-Rex, és így bekacsint rád hmm. abban a műanyag sátorban, ami <laughs> éppen csak esőálló. Amúgy tök jó pofa. É én most láttam egy videót az X-en, hogy a lány kiment a természetbe, és négy fa közé ilyen folpakkal kezdett el ilyen ágyat csinálni, aztán, aztán csinált belőle valami ilyesmit, hogy egy ilyen, végül is a, egy ilyen kis kuckó lett a, falpakból folpakból kihúzó, csak azt nem tudom, hogy hol volt az a teherautó, ami horta hozzá a folpakot, hogy ezt így meg tudja csinálni. Tehát ilyen függő ágyat csinált. Ja, az nem egy, egy darab 20 méteres tekercsből készült, ha jól sejtem. Hát az, az nem. Hát igen, lehet, hogy ez költséghatékonyabb, de az lenne a kérdésem, hogy és akkor hol töltöd az autót? Mert ugye a Rivian az ugye villanyautókat szokott vizionálni. Az erdőben, egész éjjel, ott töltöd. Uh -huh. Ja, nem az az idő. Ott az időt töltöd. Hát akkor hmm. majd raksz egy tábortüzet, és akkor külső motor lesz. Aha, égő. Vagy hívsz valakit, akinek van egy belső égésű, és feltölti. Mm. Viszel magad a dízelgenerátort. De úgy látom, hogy, hogy azért nem sok embert fog ez zavarni. Tehát ugye annyira ez a 45 ezer dolláros ára, az nem hiszem, hogy annyira csábítgatja az emberiséget. Hogy... Most miért? Hát az, maga, az, az az egész autó, nem? Mindenesetre ez a sátor, ez ugye pont azt akarja szimbolizálni, hogy mennyire előre haladott már az EV, és ki lehet menni vele a természetbe, bár lehet, hogy vissza már nem fogsz tudni, de, de akkor legalább ott vagy egy sátorban, ahol megvárhatod, amíg érted, jönnek a Land Rover-re. meg nálunk itt a reptér végén a futópályán, ahol kiszoktam menni a csajokkal, az tőlünk 15-20 km kb. oda kimész egy ilyen, ilyen átlátszó sátorral, tök jól lehet nézni úgy az eget, hogy közben nem fázol, hogy elmennek a repülők éjjel. Uh -huh. Uh -huh. 300 mérföld uh, mondanak erre a R2-esre, tehát azzal már egy kisebb túrát le lehet bonyolítani talán. Meg a budai hegyekből is hazajössz fele, ja? Ja, ja, ja. Jó, de... Te nem, Isti. <laughs> igen. igen, itt már az a kérdés, volt? hogy... Mondjuk Miskolcig már nem lehetne elmenni. Uh -huh. Elmenni, igen, de visszajönni nem? Igen, de kérdés honnan indulsz? Tehát, hogyha túl a indulsz, akkor még elmenni se nagyon. De onnan ne indulj. Ja, különben is rossz oldalt van a kormány. Na, de van ebben a sátorban még valami. Még valami, ami, ami nélkül az egész nem ért volna fabatkát sem. Van benne mozi, egy legördíthető nagy vászon... És egy speciális projektor. És tudsz benne mozizni a szabad ég alatt. Tulajdonképpen egy hordozható autós mozi. Hát ki tudsz menni a bármi nézni. nézni? Mm -hmm. Meg tudod nézni a Jurassic parkot, mikor ezben történik. Egyébként én ebben annyit látok, hogy spóroltak. És vasút éjtik be? Sehogy, hát lemegy a nap. Akkor későn kezdődik a mozi, ugye? Későn. Csak majd figyelj, mikor jönnek a bogarak a vetítésre. Skandináviában ez nem lenne menő azért. Hm? Csak az év felében. az év felében. Nem tudom, hogy fűtötte a sátor. Gondolom, ha fűtött, akkor még közelebbről lehet csak, vagy közelebbre lehet vele menni, mert ugye ez még több energia. Hát Nyilván ha azt csak is az autó csinálja. gázolaja fűtöd, vagy... Vagy még mindig a tábortűzt tudjuk ott benne a sátorban, a kocsi tetején. De valójában ez a leengedhető vászon, mármint hogy mozis vászon, ez nekem egy spórolásnak a biztos jele, mert ha igazán oda akarták volna tenni magukat, akkor egy akkora teljesítményű projektort szerelnek bele, hogy rögtön az égre vetítsd a filmeket, ahol vagy. Hát vagy pedig az egész anyaga az az LG-nek a feltekerhető tévéjéből lenne. Tessék! Touchscreen. Ha akarod, <laughs> meg nyugodtan megérintheted. Azt nem majd te takarítod. Van. van a szátornak konyhája is. Azt nem tudom, hogy egyébként akkor tényleg gázszőző van-e benne? Nem. Van hely. Indukciós. Indukciós. Hát rá kell tenni a kocsi a kuktát, és már fő is a sonka, mit vagy úgy kell Előállni fog az a hozzá. Én egyébként nem látom, hogy ebben a sátorban hol lehetne főzni. Tehát így kép alapján ez nem tartalmaz olyan helyet, ahol még az is elfér. Ne arra, úgy kép alapján én felmásznék rajta, a, a, és lebi lenne az egyik oldalán. Tehát. Nem, hát úgy kell megelni, hogy az egész itt szakadék felé a bal oldalába, ja. hogy hát ki legyél egyensúlyozva. Vagy mind a két oldalra ki kell, ki kell támasztani a létrát, hogy nehogy felboruljon. Ezt egyébként hogy... így nem látod, hogy a másik oldalon is van elétra. Ezt tény. Jó, mindegy, nem vettétek meg. Hát nem, sajnos. Amúgy ez már új generációs? Nem. Ez még rendes ember által vezetendő, ugye az r Igen. A Riviannál még nincsen önvezetés szerintem. Igen, ez csak a crab módot ismeri, amit <laughs> eltanultak most már tőle többen is. Tudod, tud oldalazni, vagy ilyen féloldalazni. Ez nagyon ijesztően néz ki. Egyszer mondjuk kipróbálnám, hogy milyen élmény úgy közlekedni. Mert hogy ott tartunk már a világ fejlődésével, már persze nem biztos, hogy ez pont a Fülöp-szigetekre érvényes hír, hogy minél több az autonóm jármű, meg a mindenféle okos eszköz, amikkel tudnak kommunikálni az utakon, tehát hogy így tudják igazítani a forgalmat egymáshoz, meg a lámpákat is a saját haladásukhoz, meg ritmusukhoz, annál inkább értelmet nyerne egy negyedik lámpa jelzés a kereszteződésekben a városokban. Az Észak-Karolinai Egyetem kutatói jutottak erre, hogy ha hagynánk bizonyos körülmények között, hogy az autonóm járművek szervezzék meg a közlekedési hálózatot, akkor az mindenkinek összességében időnyereséggel járna, beleértve a gyalogosokat is. Ezt lehetne úgy jelezni, hogy amikor az önvezető járművek irányítják a lámpákat, meg igazodnak egymáshoz, akkor mondjuk fehéren világít egy lámpa, és ez jelzi a gyalogosoknak is, hogy figyelj, mert figyelnek rád, de most szabad menni amúgy, mert mindenki benne van egyszer a játékban, és nem kell figyelembe venni többi szép lámpát. Azt mondják, hogy ezzel összességében akár 25%-kal lehetne csökkenteni a kereszteződéseken való áthaladási időt. Igen, erről már volt régebben szó, ugyanakkor akkor kizárólag a járműveket modellezték, most belevették a modellbe a gyalogosokat is. Uh -huh. Ne adj Isten, nem mindenki jár autóval, gondolom a korábbi kutatásokat Amerikában végezték, most pedig rájöttek, hogy máshol van járda is. Lehet, hogy eljutottak most egy belvárosig. Tehát egy ilyen Times Square-en megnézném ezt a modellt amúgy. De hmm. az, hogy... Ö... Vagy Japánban ott azon a... Igen, ott a, igen az lett volna nekem is a következő. Hogy, hogy így zajlanak a... át a hangyák órákon hogy keresztül. Hát hat hatos összeborulás, ahol keresztbe lehet menni egyébként. Igen, igen. igen. Hát ilyen Amerikában is van. Mindenhonnan, mindenhova. Igen, igen, igen. Hát végül is ott aztán tényleg lehetne időt spórolni. Mm -hmm. Hogy veszed rá a gyalogosatokat, hogy tartsák be ők is ezeket a szabályokat? Valójában ennyi a kérdésem. Hát igen, csak az van, hogy én nagyon reménykedem abba, hogy még van 20-30 évem körülbelül aktív vezetőként, amikor még vezettek autót, utána én már szerintem remélem, hogy lesz annyi belátásom, hogy ezt rá fogom hagyni a komputerizált gépjárművekre. Reménykedem benne, hogy addigra elérünk oda, odáig, hogy nekem már elég lesz csak beülnöm és azt mondani, hogy jó, ide akarok menni, vigyél, és nem, nem kell hozzányúlnia semmilyen kezelőszervhez. Mert... Igen, most is van. Beülsz ilyen nálunk sárgába, azt mondod, hogy ide vigyél, és nem kell hozzáérni a Hát igen. Sőt, be is bele a kezelőszerfos, ha hozzáérsz. Tudja, ja, lehet. van már erről a történetemet? Jaj, jaj. a mesét inkább hagyjuk most ki. Jó. Szóval szeretném azt, hogy ne, ne legyen egy ember az autóban rajtam kívül, illetve azokon kívül, akiket én szeretnék. Tehát nekem ne legyen taxisofőr meg ilyenek, hanem legyen önvezető autó, és oda menjek, ahova én akarok. Pedig vele. itt pont beugrott egy ilyen neuralinkel szerelt csimpánz, hogy nem ember, de mégis tud vezetni neked? Az jó, az jöhet, azzal nincs probléma. De ne érjek a... ez előszörfez. Én nem akarok. <laughs> Tehát a csimpánz az már, az már szerintem túl lövés egy, egy forgalomhoz. De eléri a pedálokat, meg a kormányt a teknős, nem jó. Minek kéne elérnie? Meg gondolatvezéreje? Fly by wire. A, ott a teknősnél a hémanó problémába futunk bele, tudod? A, a, a hémanó mit csinálsz? Mert vagy a pedált nyomogatja, vagy kinéz az ablak. Nincs meg? De, de nincsen pedál. Hát értsd már meg, hogy az egész dróton megy. Miért kéne pedál, miért ja, kéne hát, kéne dróton normálik. megy, az trolli, nem? Ö, te csak azt hiszed, egyre gyakoribb, hogy a trolli drót nélkül van. megy. Tróli már drót nélkül, igen, főként. Vannak wireless trollik, jaj. Ja. Szembe jött múltkor egy, nem... Én járok ilyennel, és évek után is el tudsz rajta csodálkozni. Az megvan, a gyerekkoromban voltam olyan, hogy előzött egyik trolli egy másikat. Jó. Ja. Most már lehetséges is. Tehát... Én meg toltam már át trollit az egyik helyről a másikra, tehát egy kereszteződésen. Nem gyakran jártam pedig Pesten, de utaztunk fent, és akkor mondták, ja, hogy pont a... kéne a... egy kis segítség. Ugye ezt hívja úgy az angol, hogy intersection. Igen. De hát ugye a kötött pálya az már megmarad a sineknél, meg esetleg az alagutaknál. Megnyitott a kapuit a European Hyperloop Center. Ami teljesen váratlan helyen van. A kötött pályát, az Süni néni köti? A pályát. egy forgot. Jó, megforgolod. Jobb forgot. Még annál is jobban. Jó, hagyjuk, megyünk tovább vissza. A szomszédos Hollandiában megnyitott a kapuit az EHC, ahol Hyperloop kísérleteket lehet végezni. EHC-ben hallottam, hogy a hollandoknál ez nagyon bele. Amúgy több ilyen Hyperloop tesztközpont is van, Európában, de ez most a legaktuálisabb és leghosszabb, ez 420 méter hosszú, ezt most meg kellett találnom újra. És képzeljétek el, hogy amit eddig nem lehetett tesztelni, most már ezt is lehet, lehet sávváltást is tesztelni már benne. Hyperloopon belül. hogy azért 420 hm? Ez egy könnyű drogreferencia volt szerintem. Nekem nem volt könnyű, nem jöttem rá. Na, tehát valamit szívtak. Levegőt ki a csőből, ugye? Ezt akartam mondani, igen. Kizárásos alapon, hiszen hiszen ezek vákumvasutat lehet benne tesztelni. Ami kicsit mondjuk fura, hogy még mindig nem tudjuk, hogy ki és mire akarna Hyperloopot használni itt hozzánk belátható távolságra. Az EU egyébként már felkarolta, ők gondolkodnak rajta, hogy a tenti hálózatot kiegészítsék a legalább a legnagyobb nagyvárosok között ilyen Hyperloop közlekedési lehetősége, de így igazán nincs meg, hogy ki és mire szeretné ezt majd beüzemelni. A közel-kelet gondolkodik rajta a legjobban, hogy de ott minden szabad, ott repülőautóval is szabad közlekedni végül is, meg van dróntaxi is. Ami izgalmas ebben a megközelítésben az az, hogy itt gondolkoznak abban, hogy nem egyenes csőben megy az egész. Itt muszáj gondolkodni benne, mert a valóságban tudjuk, hogy van domborzat, meg egyéb körülmények, hogyha ez nem a föld alatt megy, akkor bizony muszáj lesz kanyarodni hozzá. Így van, kanyarodni, emelkedni, süllyedni, és különböző irányokban elkanyarodni, tehát uh, sávot váltani. Sávot váltani. Ez, igen. Ez, a sávváltás talán az egyik legnagyobb uh, újdonság, amit ezzel kapcsolatban hallottam, de még mindig az van bennem, hogy itt közel hangsebességgel közlekedsz. Hát ezt most a vasút alternatívájává tennék, de a közelhangsebességet hangsebességet vissza lehet lassítani, tehát egy ilyen sávváltásnál például egy pillanatra lehetne levegőt beengedni. Uh -huh. Igen, és akkor így. A légnyomással befékezed, így van, mint egy ilyen pinball kar, valami így téged balra jobbra, attól függően, hogy balra vagy jobbra kell sorolni, és már mész is tovább. Visszazárják a levegőt, vákum, és valami megpöcköl, és mész tovább. Uh -huh. Mágnesesen gyorsítanak vissza. Ha? Maglevvel. Mit uh -huh. szólsz? Nem olyan lehetetlen ez. Az a helyzet, így, hogy ahogy mondod, ez még akár kivitelezhető. Tehát azt mondom, tőle. hogy ilyen pár száz méteres szekciókra beengednek levegőt, aztán újra kiszívják. Vagy kiengednek a kabinból levegőt, és akkor az tud lassítani. Egyre jobban alszol. <gül> <Igen>. <gül> Nehezebb Egyre levegőt venni, de lassulsz. Hmm. Szóval, hogy ezzel így kísérleteznek lelkesen. Hol is van ez? Ez, ja, ez Gröningen körül van most, ahol most építették ezt a pályát. A holland kormány úgy nagy támogatója az egész ötletnek. És azt várják, hogy előbb-utóbb a vasúti közlekedés egy része át fog a hyperloop-szerű csövekre, Tehát leginkább azt várják, hogy vasútársaságok fognak majd érte bejelentkezni, vagy ezért is kell egyébként a konyorodás, megemelkedés, emelkedés, képességét megvalósítani, mert én úgy képzelem, hogy az életben először ezek ilyen vasúti pályák körül mellett rajta lesznek kialakítva, ha egyszerre is valaha megvalósítjuk. Ami nekem nagyon mókás, hogy az. Hány tonna egy vasúti kocsi? Néhány tíz, száz. Képzeld el, hogy ha az begyorsítod. Mondoljunk ebbe bele! <gondolj> 300 a szágúdó vasúti kocsi. Inkább ne. Hát ha a hangsebesség, akkor 1300 Ne, De én, én, csak ilyen teljesen... De csak, hogy gondolj arra, hogy ebben ugye ilyen kis kapszulák vannak, még a tesztüzemben is ilyen kettő-négy emberek férnek be, mondjuk legyen nagyon nagy egy ilyen kapszula, és férjen be tíz. Most gondolnád, hogy egy ilyen típusú programnak az első használóinak az egyike India lenne pont, amelyik a pilotot 2026-ra tervezi? Indiában ezzel tömegközlekedést szervezni? Ennyi. <laughs> Félreértettek valamit szerintem. Közel másfél milliárd emberre tömegközlekedést szervezni valamivel, aminek ennyi a kapacitása? Hát, na az ambiciózus. Hány ilyen cső kéne párhuzamosan ahhoz, hogy egy egyszerű busz lehessen belepótolni, aminek ugye ők tipikusan minden részén, including teteje és oldala utaznak egyszerre. Mondjuk erre kívülről felkapaszkodnak, akkor az nem viszi őket so messzire. Hát, vagy a fülkinek a hátába belekapaszkodik, és hirtelen jelzik. Igen, kiszippantják a vákumot. A oh, telefagyom hogy. Nem, a vákumot nem szippantják ki. A levegőt. A levegőt, bocsánat. De megyük, igen. Hyperloopon tessék, egy, egy problémával kevesebb. Nem lehet potyázni az ütközön. Nem éri meg. Megképzeld, amikor a két személyes bele zsúfolódnak 40-en. Ezt akartam mondani, ez a következő, amit így el viszont képzelni a világ azon részén, ahol eleve is az 50 férő helyes buszon simán elfér 200 ember, hogy ezt meg fogják valósítani. És akkor azt, am amikor nem is az a baj, hogy felgyorsított, hanem amikor azt lassítani kell. Egyszer minden megáll. És úgy látom, ennek domború ennek a csőnek a vége, hát egy kicsit megdomborodik minden egyes megálláskor. Hát lehet, hogy az már a megállások Bum. miatt van. <laughs> van benne ütköző. Lehet, hogy ott, ott, egyébként egy nagy ventilátor van elrejtve, és az visszafele fúj, vagy szembe fúj. Ha? Majd Indiában szerelnek külön ilyen fékező ernyőt. Az egyébként azért domború, hogy a vákum ne roppantsa össze. De... Bla, ah. Ezek Csugy. a polgári válaszok. Ja. <laughs> Ki hiszi ezt el? Na, szóval a Hyperloop projektben az a legjobb, hogy Elon Musk feladta, de van, aki még mindig teretlenül hisz benne. Igen. Egyébként erről is beszéltünk, ez is ilyen megmondtuk kategória, mint ahogy a mai utolsó hírünk is, ami a meatly kapcsolódik. Tudod, miről híres? Ott lehet találkozni? Ö... A Google meet az azt tudom mi. Laborcsirkét termeszt. Vagy tenyésztő? Ez mit csinál egyébként a tenyésztő? Nem tenyésztjük, <gül> nem? <gül> Gyárt. <gül> <gül> gyártó, igen. És arról híresek, hogy képzeljétek el, a minap bemutatták az első állateledelnek szánt laborcsirke konzervet. A laborba tartottak egy csirkét, és utána azt megetették más állatokkal? Mm, nem. Konzervben. Mm, nem, hanem a laborban csirke sejtekből csináltak csirkehúsnak tűnő izét, amit aztán feldolgoztak az obnéval közösen, és bekonzervelték, hogy abból aztán macskakaja legyen. Ez a nem nem a, kutya. nem a drága pesgő, hanem ez a tarká, tartályban erjesztett csirkehús Ta, tank tar tarkában fesgőjön. erjesztett. Tankcsirke. Tartában Tarkán, erjes. Tanpesgő Nem? Nem? Hm? Nem. Mm. Nem tudom, erről beszéltünk korábban is, ilyen alapvető probléma, hogy a hús az ilyen izomszövet, és hogy oké, oké, hogy tudsz szövetet gyártani, de az izomnak az is része, hogy ugye mozgatott, hogy hogy kialakuljanak azok a jellegzetes rostok benne. Hogy hogy alakul ki ez a personal trainer kap minden műcsérke? Hát vagy, ugye, ezt lehet, hogy néni jobban tudja, hogy mi történik, akkor háromba csapkodjuk, de hogy lehet, hogy, hogy stimuláljuk, na hogy hagyjuk, hogy rángatózzon egy kicsit ez a csirke sejthalom, és akkor abból lesznek a csirkeizmok, és abból az egész. Na de miért is van szükség, vagy lehet szükség a Mítli szerint erre a típusú termékre? Drága a csirke! Tudjátok, hogy az Egyesült Királyságban forgalmazott összes húsznak mekkora részét eszik meg házi állatok? Mit tippeltek? Jó, ne tippeljetek, mert látjátok a cikket. 22 át Á, ah, mi csodálti! Telibe, elsőre! 22 et mondjam, a negyedét háziállatokkal letetik meg a britek az összes vásárolt húsnak, azért az mennyire durva. Mm -hmm. Cicákkal, kutyákkal, gondolom patkányokkal, meg kígyókkal, de erről már nem szól a sztori. Tehát az összes üvegházhatású gáz igen jelentős része a házi állattartás, amik miatt ugye a marhákat, meg birkákat, meg ö, lovakat, meg nem tudom, miből készül meg ilyen ez nem Ilyen azért van, mert hogy ezt a mennyiségű, vagy százalékú húst nem fogyasztják szívesen az emberek? Mert mit tudom én, belsőség, meg rossz minőségű, vagy... Lehet, de hogyha csak olyan típusú húst termelsz, ami, amit szeretnek fogyasztani az emberek, azzal is hozzá lehet járulni a teljes csökkentéshez, nem? De a, a, ezzel azt akarom mondani, hogy ezt a 22 százalékot, ezt igazából nem spórolod meg. Tehát, hogy az a 22 az ugyanúgy 22 százalék lesz, csak eddig az állatokban ment, most meg a szemétbe. Akkor spórolod meg, hogyha azt mondod, hogy helyette nem a patás szarvasmarhát fogják fogyasztani az emberek, hanem azok is valamilyen labormarhát vagy műhúst, mert akkor nem kell az egész szarvasmarhát megtermelni, ami kipukézza azt a rengeteg metánt. Tehát minden embert átállítasz meg műtejet, Laborhúsra, és akkor a, az állatoknak is már csak ilyen. Így van, adni. így van, és akkor Lenne annyi, hogy... kérdésem. Nem. Szerintetek ti, tehát te szívesebb, mit ennél szívesebben? Igazi, mit tudom én, csirkét, vagy marhát, ami ugye, mit tudom én, legelő legelt, és aztán levágták, és aztán kapsz belőle egy szeletet, vagy tökéletes négyszeg formájú, tökéletes uh, zsírátszövésekkel készített, mit tudom én, kobemarha ízű, és kobemarha szövetekből tart, növesztett széket. Tehát melyiket ennél inkább? Egy kis micellával, mert az ugye kell bele mindenbe. Hát jó, vagy hozzáadott vitaminokkal, vagy mit tudom én. Igen. Attól függ, melyik készül egy gyorsabban, én most nagyon éhes vagyok. <laughs> Oké. <Okay. gül> Nálam nem kérdés. De tavaly a nyílt napon, az ártosztály nyílt napon tartottunk egy ilyen tudományos Pestet. kísérletet. A, hol is? ja, a Burger Kingben árban van most már a rendes vapper, meg a plant-based, uh -huh. és összehasonlítottuk őket. Ha már mindenképpen onnan kell lenni hamburgernek látszó tárgyat, akkor nem kérdés, hogy a a hússalátszőttet választom. Uh -huh. Tehát akkor marad a... De te tényleg laborban növesztett hús inkább vagy, vagy, ezért, vagy rendes életben? Old school. Darba? Hát ha laborban növesztett hús, akkor nagyjából mindegy, hogyha ilyen műhús, amit például ebbe a burgerben uh -huh. volt lehetőségünk kipróbálni, ez gyakorlatilag ilyen magkeverék volt igazából, nem? Mm -hmm. ez nem az íze jó volt amúgy, tehát hogyha ugye úgy csináltuk szándékosan, hogy azt tettük először, hogy amúgy mennyire tűnik ízre jónak, az íze jó volt, amikor beleharaptál a másikba, akkor jöttél rá, hogy teljesen más állaga van. Mm -hmm. tehát Na, nem, de, ez most egy... itt, de most itt tényleg az lenne, hogy nagyon jó minőségű, nagyon jó ízű hús lenne, vagy a. Kint tárolt marhát levágják, és abból a nagyon jó minőségű és nagyon jó ízű hús. Tehát, ha ha nem tudnánk megállapítani igazából a különbséget, akkor zavarna az, hogy az laborban növesztett? Nem egyébként. Akkor nem, de itt azért még a minőségi különbség jelentős. Nyilván, hogyha ezt meg tudják oldani, tényleg észrevehetetlen minőségű minőségi különbségre, akkor elképzelhető, hogy még a labor jobb lesz. Igen. Uh -huh. Mert hogy ott állandó minőséget tudnak előállítani, miközben ezek az állatok össze-vissza mindenféle. Idióta alakban növesztik magukat. Igen, hülye alakban nőnek, meg meg. meg nem, nem csak az észrélian nő rajtuk, hanem fizikai lábszárd is, meg milyenek. Mindenféle falok. ilyen fölösleges részek vannak rajtuk. Azt hmm. meg a kutya se eszi meg. <laughs> Szó szóval szerint, <laughs> hát. Az a baj, hogy Tírországban képzeljétek el, az egyik ismerősöm, tehát az egyik munkatársaméknak van egy székük, vagy hogy hívják ezt, egy bacsari, egy ilyen kis, hát szoktak marhát vágni és kiárulják e, rendes boltba. És mondtam, hogy hát mondjuk egy kis borjumáját azt azért azt szívesen hoznék el tőlük, mert hát a rántott melyet szeretjük, csak a kloffolása az a kellemetlen. Tehát nagyon szóval jó. jó azt aztán voltod, de mindegy, és akkor mondták, hogy hát ezt nem lehet odaadni, mert az összes belsőség, meg az ilyen dolgok, azok mind mennek kutya tábba. Tehát nem, nem lehet elhozni, tehát Kutyának se tudtad elkérni? Nem, nem. Tehát az, az, a durva, hogy... Hát de mutasd meg, hogy szegény milyen kis vékony van, meg nézd meg, hát kilátszanak a bordái. Konkrétan azt egy helyre gyűjtik, össze, elviszik, és a Állat eledelt csinálnak belőle egy másik cég. Tehát nekik ez ki van adva, hogy ezt, ezt nem lehet odadni, nem lehet elvinni, nem lehet semmit. Hmm. Ez az elvadult nyugat, látod? Hát. Emberetlen kell velük vigyázni. A mák be van tiltva ugyanott? Nem, nem, Mákot nyugodtan lehet venni. Illetve Ö, az van, van, hogy uh, birkamáját lehet venni, amit kisütni meg ilyenek, viszont se csirke, se marha, se, semmilyen uh, nincs, illetve kacsa meg Libomájat lehet, de az ilyen nagyon fancy kiszerelésben. És birkavese? Azok vannak. Jó, jó, akkor a földrengés előrejelzés rendben van. Hú, megnyugodtam, tisztára izgultam. És így győződtek meg róla, uram, hogy a föld banán alakú. Bámulatos volt a tudomány. Mondj csak el még egyszer, hogy lehet birkavesével földrengést megelőzni? Így, így, így. Csak hogy tudjuk a referenciát is. Ú. Uh. Kicsit hosszúra sikerült ez a mai felvételünk is. Majd jól megvágjuk. Cserébe, jön az adás nem lesz az. Köszönjük, hogy megint velünk voltatok. Hamarosan ismét jelentkezünk. Addig. Hallgassatok minket, lájkoljatok, like serejetek, hallgassátok a Hét Nyugatra podcastot is. Keresétek régi is. Legyetek jók. Sziasztok. 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 Sziasztok.